Volodymyr Zelenszky elnök július 9 i esti beszédében bejelentette, hogy Washingtonba érkezett a július 9 és 11-én megrendezésre kerülő több légvédelmi rendszerért küzdünk Ukrajna számára, és biztos vagyok benne, hogy sikerrel járunk. Arra is törekszünk, hogy több repülőgépet, köztük F-16-osokat szerezzünk, fogalmazott Ukrajna elnöke X bejegyzésében. Emellett fokozott biztonsági garanciákat szorgalmazunk Ukrajna számára, beleértve a fegyvereket, a pénzügyi segítséget és a politikai támogatást, mondta Zelenski. Határozott lépéseket sürgetünk az Egyesült Államok és Európa részéről, olyan lépéseket, amelyek megerősítik harcosainkat tette hozzá. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy mindent megteszünk az orosz terror legyőzése érdekében. Ez nem csak a mi országunk számára létfontosságú, ez mindenki számára létfontosságú, minden partner és minden nemzet számára hangsúlyozta. Ukrajna reményét fejezte ki, hogy a csúcs találkozó határozottabb jelzést hoz a jövőbeli szövetségi tagságról. Amerikai tisztviselők világossá tették, hogy az ország valószínűleg nem kap meghívást.